Köszöntjük kedves nézőinket! Vítame vás, milí diváci! Mai adásunk tartalmából Eszterházy emléknap, beszélgetés az Idegenforgalmi Bizottság elnökével, IFI TV, gyalogtóra a Guttúra szervezésében, könyvajánló, sporthírek. Városunk nyugdíjasai az elmúlt időszakban is nagyon tevékenyek voltak. Évzárók, farsangi mulatságok gazdagították a mindennapokat. Adásunk végén ezeket az eseményeket egy csokorba gyűjtve tekinthetik meg. Z nášho dnešného vysielania. Pamätný deň na počas Jánoša Eszterházyho, rozhovor s predsedom Komisie cestovného ruchu. IFI TV, klub Guttúra organizoval turistickú vychádzku, knihová revue, športové správy. Dôchodcovia nášho mesta boli aj v poslednej dobe veľmi aktívni, ich dni obohatili najmä fašiangové zábavy a uzávierky roka ich viacerých inštitúcií. Záver našej relácie si môžete pozrieť z ostrých záznamov týchto podujatí. Tartsanak velünk! Zostaňte s nami! Molnár Imre történész, szociológus diplomata tartott előadást a Gutai Magániskolában, majd pedig a Nagy Boldogasszony Egyházi Iskola központban, Eszterházy János életéről, tevékenységéről, tragikus sorsáról. Az esemény kurátora magiszter Peszár Károly volt. Historik, szociológ, diplomat Imre Molnár prednášal na súkromnej spojenej škole a následne v spojenej cirkevnej škole Panny Márie o živote, činnosti a tragickom osude Jánoša Eszterházyho. Kurátorom podujatia bol magister Károly Pecár. A kis Eszterházy János 4 éves volt, mikor elveszítette édesapját, és a halálos ágyán az édesapjától ezt az egy mondatot hallotta, illetve erre emlékszik, hogy légy fiam, mindig hű magyar, mindig jó magyar. És ez a mondat elkísérte őt egész életében, és ehhez a mondathoz az édesanyja, ez a lengyel édesanyja, aki ugye nem volt magyar, hozzáragasztott egy másik mondatot, hogy légy fiam, mindig jó keresztény. Komisia cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov pracuje okrem iného na tom, aby sa mesto Kolárovo stalo z turistického hľadiska aktívnym miestom a aby vzťahy medzi našimi partnerskými mestami definovali skutočné priateľstvá a úzka spolupráca. Aj o tomto nám okrem iného porozprával predseda výboru Árpád Horváth. Az Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Szakbizottság többek között azért dolgozik, hogy Guta városa turisztikai szempontból is aktív helyszín lehessen, hogy igaz barátság és valódi szoros együttműködés jellemezze testvérvárosi kapcsolatainkat. Erről és még sok minden másról beszélt kameránknak a bizottság elnöke Horváth Árpád. Tisztelt gútai polgárok, engedjék meg, hogy néhány mondatban, néhány szóban ismertessem önökkel a Külügyi és Idegenforgalmi Bizottság tevékenységét, munkáját, aminek jó magam vagyok az elnöke. Ez a bizottság egy új bizottság, mondhatom így is, hiszen az eddigi önkormányzatok, az előző képviselőtestületek nem hoztak létre ilyen bizottságot. Most azonban az előző városvezetéssel úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy idegenforgalmi, a külügyi kapcsolatok bizottságát. Tudjuk nagyon jól, hogy fontos a Guta város számára, hogy úgy a hazai berkeken belül, mint esetleg a külföldi kapcsolatok jól működjenek. Ahogy említettem, nagyon fontos ez. Amint önök is bizonyára tudják, Gútának jelenleg 5 testvérvárosa van. El kell, hogy mondjam, volt egy időszak, amikor nagyon jól működtek ezek a kapcsolatok, szinte éves rendszerességgel, de volt, hogy évente többször is találkoztunk, különböző kulturális sporteseményeken, megemlékezéseken. Így volt ez Mezőberénnyel, Medgyesegyházával, Pitvarossal, Galgagútával és Kisbérrel. Sajnos a Covid időszak alatt ezek a találkozások ugye visszaestek, és nem működtek olyan hatékonysággal, hogy ennek működnie kellett volna. Ezért, ahogy említettem, az önkormányzat ebben a választási időszakban létrehozott egy 9 tagú testületet. Nagyon fontos a számunkra az, hogy újraélesszük, kicsit újra-újra mozgósítani tudjuk ezeket a testvérvárosi kapcsolatokat, és ahogy polgármester úrral is beszélgettünk, jó volna újabb testvérvárosi kapcsolatokat létrehozni. Az első ilyen Nagy-Dobrony városkája Kárpátaljáról, ez egy 4500 lelket számláló település. Hát bizony tudjuk most, hogy háborús időszak van ott, nem könnyű a helyzet, de már a napokban, pontosabban március 1-én ide látogat polgármester úr Kárpátaljáról, felvesszük vele a kapcsolatot,
és szólni fogunk a testvérvárosi kapcsolatok aláírásáról. Ugyanígy szeretnénk valahol Erdélyben, Románia magyar lakta részén találni egy települést, hiszen nem volt eddig ilyen kapcsolatunk, és bizonyára nagyon jó volna. Ez a testület a tavalyi évben négyszerülésezett, szeretnénk gyakrabban ezeket megejteni a 2024-es évben. Amiről szólni szeretnék. A városvezetés készített egy nagyon szép látványtervet, elképzelést az egész Dögöst, a Gútai Vízimlam térségét illetően, ami valójában centrum, a központja lehetne annak a turisztikai látványosságnak, hogy ide vonzza a nem csak a hazai, a belföldi, hanem a külföldi látogatókat is, és természetesen azon fogunk igyekezni, hogy a város egyéb helyén is tudjunk látnivalót biztosítani az ide látogatóknak. Bizottságunknak tagja több olyan személy, aki foglalkozik idegenforgalommal, elszállásolással, vendéglátással, és ezek nagyon fontosak az ide látogatók számára, hogy valahol meg tudjanak szállni, el tudjanak fogyasztani egy finom ebédet vagy vacsorát, és próbáljuk mi is ezeket a vállalkozókat természetesen a város segítségével motiválni. Van egy olyan gondolatunk, amit a tavalyi évben nem tudtunk megvalósítani, hogy Medgyesegyháza településsel diákcsere programot próbálnánk létrehozni. Tehát egy autóbusznyi alapiskolás gyermeket, 40-50 gyerkőc ide látogatnak útára, és főleg olyanokat szeretnénk, akiknek a nagyszülei, dédszülei Gútáról származtak el, hogy megismerjék ősei városát. És ugyanígy a Gútáról kitelepítettek, megismernék Mezőberényt, Pitvarost és Medgyesegyházát, tehát innét is kivinnénk valamikor a ősz folyamán egy autóbusznyi gyerkőc. Természetesen, hogy ne kerüljön a városnak ez nagyon sok pénzébe, jelenleg lehetőségek vannak, bizonyos pályázati pénzek, úgy Európa Uniós, mint hazai határon átnyúló tervezetek megpályázására, és ebből szeretnénk ezeket megvalósítani. Nem véletlen az, hogy itt állunk kint Csörgőben, hiszen én, mint a horgászszövetség alelnök, el tudom mondani azt, hogy évente egyre növekszik azoknak a horgászoknak, nem gútai horgászoknak a száma, akik ide látogatnak Gútára, és horgászni szeretnének, hiszen nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy vizekben gazdagok vagyunk. Itt a Csörgei kanál is, a Kisduna, a Lezárduna, a Halastavunk, a Vág, tehát nagyon-nagyon sok víz van bizony, amivel nem sokan dicsekedhetnek, és itt ebben is látok egy kis fantáziát, hogy úgy mondjam, hogy ide látogatók találnak szállást maguknak, tudjanak engedélyt váltani, és érezzék jól magukat a horgászás közben. A legközelebbi a terv, amit a város fog realizálni, ez az április második hetében sorra kerülő kitelepítési emléknap. Évekig nem tudtuk megszervezni, sőt jártunk Mezőberénybe, Pitvaroson, kicsit visszafogottabbak voltak ezek a megemlékezések, de Gúta most egy központi megemlékezési helyszín lesz, és természetesen majd időben tudunk mindenkit tájékoztatni, a városvezetés időben tájékoztat mindenkit, hol, mikor és pontosan milyen program kerül sorra április második hetében. Bizottságunk az önkormányzatokat megelőző ülések előtt szerda délután ül össze, megvitatjuk az aktuális, úgymond idegenforgalmi turisztikai kérdéseket, és ezeket az itt elhangzott javaslatokat, gondolatokat tolmácsoljuk mi képviselők az önkormányzatokon. Amint említettem, az egyik ilyen legfontosabb projekt, amit a városvezetés dolgozott ki, természetesen egy tervező segítségével, ez az egész Dögöst érintő problémakör. Ide tartozik még, és szinte minden egyes alkalommal sorra kerül, nem csak a bizottságon, de az önkormányzatokon is, a kerékpárutak kérdése. Több esetben megyei beruházásokról van szó, de a város is nagyon aktív ezen a téren. Folyamatban van a Gúta Kamocsa szímő kerékpárút tervezése, de ugyanúgy az Alsóvág mente kerékpárút tervezése is folyamatban van, ez már egy régi-régi, 3-4 éve megszületett gondolat, jól haladnak a dolgok, ez pedig Gútától egészen Ifjúságfalfa, Negyed Farkasd föl egészen Sejjéig történne ennek a kerékpárútnak a kiépítése. Mint megyei, Nyitra megyei képviselő ugyanúgy beszoktam számolni, és tárgyalunk a városvezetéssel, Nyitra megyének is vannak nagyon szép tervei, Gútát, a gútai katasztert illetően. Az idejében 80 ezer euró pénzösszegből megkezdik a
kilátó megépítését. Ez a Kisduna és a Vág összefolyásánál egy 30 méter magas, nagyon szép kilátó lesz, ellátni majd egészen Újvárig, tehát egy gyönyörű. Vannak még nagyon-nagyon távlati tervek Nyitra megyét illetően, ez pedig a Kisdunán átívelő kerékpárhíd. De hadd ne szaladjak előre, ezek még nagyon-nagyon távlati tervek, és itt a város vezetéssel, a polgármester úrral közösen természetesen állandóan interpellálni fogjuk Nyitra megyét is, hogy minél több pénzt adjon a kataszterünket érintő turisztikai lehetőségekbe. Az IFI TV riportja következik, amelyben a gólyák érkezéséről hallhatnak egy beszélgetést. Nasleduje reportáž IFI TV, v ktorej si môžete vypočuť rozhovor o príchode bocianov. Amíg ön alszik, az IFI TV dolgozik. Üdvözlöm az IFI TV nézőit! Riflik Zsoltál fogok beszélgetni a gólyákról. Az első kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy mit lehet tudni a gólyákról? A gólyáinkról sok mindent lehet tudni, viszont a legfontosabb, leglényegesebb dolog, hogy kettő faj él nálunk, a fekete, illetve a fehér gólya. A fekete gólya elszigetelt ártéri erdőkbe, míg a fehér gólya ember közelben él. Mi a különbség a két faj között? Mint ahogy említettem, a két faj között alapvető különbség a életmód. Fekete gólya ártéri erdőkbe, nagyobb kiterjedésű erdőkben él, sokkal félénkebb, mint a fehér gólyánk. Fehér gólya ember közelbe villanyoszlopokra kirakott fészek alátéteken szeret elsősorban költeni, de előfordul, hogy a természetbe fákon is költ még. Mivel táplálkoznak a gólyák? Két eltérő faj, de mégis a táplálékuk nagy részét végül is ugyanaz teszi ki. Rágcsálók főleg, az a táplálékuk nagy része. Gyakran lehet látni őket repceföldeken, ahogy egerésznek, illetve ilyen lápos élőhelyeken is előfordulnak, ahol békát, különböző apró ilyen vízi élőlényeket zsákmányolnak. Ha jól tudom, a gólyák már évponulnak. Mondanál erről nekünk pár szót? Gólyáink köztudottan hosszú távú vonuló madarak. Jelenleg a tavaszi vonulás van, ami annyit jelent, hogy telelő területekről érkeznek haza, ahol a fészkük van, vagy esetleg egy új fészket keresnek maguknak a fiatal madarak. Tehát jelenleg ez zajlik éppen, hogy a telelő helyeikről jönnek haza a madarak. Észrevettük, hogy új fészek lett kihelyezve a régitől nem messze. Mi ennek az oka? Új fészek alátét lett kihelyezve a Diófa utcán. Ennek az az oka, hogy tavaly év végén egy nagy viharba a régi fészek, ami egy vezetékekkel teli villanyoszlopon volt, szélnek köszönhetően lepottyant, lefordult a oszlopról. Párosunk vezetősége a villanyteleppel közösen csináltak egy ilyen akciót, hogy kaptak a gólyáink egy új biztonságos fészkelési lehetőséget, egy olyan oszlopra került a fészek, ami nincs vezeték. Így a gólyáinkat nem veszélyezteti az áramütés például. Jelenleg városunkban három fészek található, amiből kettő aktív, tehát gólyákkal lakott, a harmadik pedig inaktívnak hívjuk, amiben nincs egyenlőre lakó. Tervben van ezt a gólyafészket is kifonni, ugyanis így nagyobb esély van arra, hogy a gólyák elfoglalják. Vonulásuk alatt milyen veszély fenyegeti a gólyákat? Gólyákra is nagyon sok veszély leselkedik úgy az életük, mint a hosszú vonulásuk alatt. Elsősorban ugye ott vannak a időjárási viszontagságok. Nagy vihar, eső, esetleg hogyha hideg is közrejátszik, viszont óriási nagy problémát okoz. A mai napig tartó vonuló madár vadászati hagyomány a keleti országokban. Óriási mennyiségű madarat mészárolnak le, normális, észszerű magyarázat nincs rá, ez egy ilyen régi hagyomány ezekben a országokban sajnos, még a mai napig. Mennyire elterjedt nálunk ez a faj?
Hát hál' Istennek nálunk a fehér gólya az egy szép populációt jelent a közvetlen közelünkbe. Tőlünk pár kilométerre nyugati irány, például Pozsony és annak vonzásköre, már csodálkozva hallgatják vagy veszik tudomásul, hogy nálunk még élnek gólyák. Köszönöm szépen a tartalmas beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Fogadjuk meg a tanácsot, szeressük a gólyákat. Így van. Viac ako 70 turistov sa zúčastnilo turistickej vychádzky otváracej sezóny klubu Guttura, ktorá sa konala v Kolárove 9. marca. Prišli účastníci z okolitých dedín, ale navštívili nás aj z Dunajskej Stredy, Dubníka, Brakune a dokonca aj zo Šoltu z Bátsko-Kiskunskej župy. Pri lodnom mlyne privítal milovníkov prírody prezident klubu Čaba Méheš. Turisti, ktorí navštívili sútok Váhu a Malého Dunaja, mohli spoznať prírodné krásy nášho mesta na nenáročnej 8 kilometrov dlhej túre. V Békavári sa konala aj historická prezentácia. Erzsébet Németh, ako doteraz najaktívnejšia turistka klubu Guttura, Judit Cülő a Attila Méheš dostali na záver túry pohár za obetavú prácu pre klub a navyše Ella Lukács ako najmladšia turistka získala hrnček. Több mint 70 túrázó vett részt a Guttura klub szezonnyitó túráján, amelyre Gután került sor március 9-én. Érkeztek a környező falvakból is, de Dunaszerdahelyről, Csúzról, Nyíkvárkonyból, sőt Bács-Kiskun vármegyei Soltról is ellátogattak hozzánk. A természetkedvelőket Méhes Csaba, a klub elnöke köszöntötte a hajómalomnál. A könnyed, 8 kilométer hosszú túrán Guta természeti szépségeit ismerhették meg a túrázók, akik ellátogattak a Vág és Kisduna összefolyásához. A Békavárnál történelmi ismertető is elhangzott. A túra végeztével Németh Erzsébet a Guttura eddigi leggyakoribb túrázójaként, Szülő Judit és Méhes Attila a Guttúráért tett eddigi áldozatos munkájáért egy-egy kupát vehettek át. Emellett pedig Lukács Ella a legfiatalabb túrázóként pedig egy bögrével gazdagodott. Miről szólt ez a mai túra, mi volt a célja ez ennek a túrának, és hogy jöttetek ennyien össze? A mai túránknak a célja annyi volt, simán és egyszerűen, hogy szeretnénk volna egy évadnyitó túrát létrehozni. Ezzel kezdtük meg az évünket, a tevékenységünket, és azt gondoltunk, hogy minél több ismerős barátot összehozzunk, újakat szerezzünk. Hál' Istennek elég szép számban, ha jól számoltuk, akkor 73 résztvevő jött össze. Ebből voltak helyiek, voltak farkasdiek és a környező falvakból, Kamocsáról, de voltak Csúzról és még magyarországi Soltról és Komárom melletti, magyar Komárom melletti falvakból is voltak itt, hál' Istennek. Célja, amit mondom, az volt, hogy összehozzuk a társaságot, elindítsuk az évet, tartsunk egy kis programajánlót, tartsunk egy kis előző éveknek az évértékelését. Amellett kaptunk egy felkérést a kamocsaiaktól, ők szervezik minden évben, most már másodszor szervezték meg ezt a tavaszi 100 kilométert különböző kategóriákban. Náluk is, hogy 61 néhány jelentkező jött össze, vannak kerékpárosok, vannak túrázók, vannak futók és különböző egyéb kategóriák. Szintén különböző városokból és négy országból jelentkeztek náluk is, úgyhogy ennek szintén örülünk. Megkerestek minket, hogy valamilyen formában tudjunk ebbe együtt dolgozni, együttműködni. Mi tettünk egy felajánlást, mivel ugye túrázással foglalkozik a Guttura, tettünk egy felajánlást, május végéig van a versenyük, május végén a kiértékeléskor az első gyalogos teljesítő megkapja a Guttura kupát, és az első három gyalogos teljesítő kap egy egyéves klubtagságot tőlünk, annak teljes minden előnyével együtt. Aki esetleg időközben szeretne hozzátok csatlakozni, van erre lehetőség most, és hol tudna jelentkezni? Jelentkezhetnek itt a helyszínen is, itt rögtön ki tudjuk állítani a tagsági kártyát, vagy pedig online interneten, a mi oldalunkon, a Guttúrának az internetes, vagy a Facebook oldalán, mind a két helyen fent van a jelentkezési kérdőív, annak kitöltésével válnak, és a tagságének a befizetésével válnak teljes értékű taggá. A tagsági díjunk az egy évre 10 euró.
mire is jó ez a tér, hogy mit is kapnak ezért az emberek. Hát lényegében minden egyes rendezvényünkből, kirándulás, túrából 10%-os kedvezmény a klubtagoknak. Előnyt élveznek a klubtagok a többiekkel szemben jelentkezés terén, plusz az internetes oldalunkon megtalálható üzletünkben, tehát túrafelszerelésekből, hasonló ruházatból szintén minden egyes termékből 10% kedvezményt kaphatnak. Ezért érdemes jelentkezni klubtagnak. Hál' Istennek egyre többen vagyunk, úgyhogy bízom benne, hogy ez a szám csak növekedni fog folyamatosan. Kamocsáról érkeztünk, több fős csapattal, a nevem Szőke Júlia. Van a csapatunkban több életkategória, tehát a kisgyerekektől kezdve az idősebb korosztály is képviseltette magát ezen a guttúrán, valamint nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon szívesen jöttünk ide, és szeretném elmondani, hogy a Kamocsa meghirdetett egy kihívást, amit úgy hívnak, hogy 100 tavaszi kilométer. Ez március 1-e és május 31-e között terjedően fut ez a kihívás, és arra szeretnénk ösztönözni a lakosokat, hogy aktív testmozgásra, friss levegőn levő létre, hogy egy picit ezt a sportosabb életet el tudják újra sajátítani maguknak. Tehát ezt a 100 tavaszi kilométert az fogja jellemezni, hogy bármilyen sportágban, tehát egy ilyen kombinált sportágban, akár gyaloglás, biciklizés, görkorizásban lehet teljesíteni, dokumentálni kell ezt a 100 tavaszi kilométert, és föltenni a Kamocsa Facebook oldalra. Azt még hozzátenném, hogy nem fontos, hogy kamocsai lakos legyen, hanem a világ bármelyik pontjáról be lehet jelentkezni erre a kihívásra. Úgyhogy nagy szeretettel várunk minden jelentkezőt. Moldova György Kossuth-díjas magyar író 90 évvel ezelőtt március 12-én született. Írói pályája nehezen indult, de később rendkívül termékeny íróvá vált. Több mint 70 könyve jelent meg. A legolvasottabb kortárs magyar íróként tartják számon. Irodalmi élete csúcsának a 40 prédikátor, és Ha jönne az angyal regényeit tartotta. Saját véleménye szerint rossz könyvem van, de hazug, tisztességtelen nincsen. A kedves olvasók figyelmébe most a Kámfor akció című szatirikus írását ajánlanánk. Az ENSZ békefenntartó erőket küld ki Amerikába, ahol polgárháború tört ki. Ezekben egy magyar egység is részt vesz, amelyet a magyar Kámfor RT rézingel. Remek karikatúrája ez az előző, de akár a mostani rendszernek is. A felismerhető közszereplők parodizálása remekül sikerült. Ha szeretne egy szórakoztató könyvet olvasni, akkor kölcsönözze ki a Gútai könyvtárban. 14. marca 1913 sa v Rieňovom narodil prozaik, esejista a publicista, angažovaný intelektuál, spisovateľ Dominik Tatarka. V knižnici sa nachádzajú jeho diela Rozhovory bez konca, Prútené kreslá, Prvý a druhý úder. Najvýznamnejším dielom je však vojnový spoločensko-filozofický román Farská republika, v ktorom autor vykresľuje frustrujúce pôsobenie vojnového štátu na psychiku hlavnej z časti autobiografickej postavy románu stredoškolského profesora Tomáša Menkinu. Március 9-én kezdetét vette a tavaszi labdarúgó szezon. Guta hazai pályán elsőként Nagymegyer csapatát fogadta és 1-0-ás győzelmet szerzett. A részletekről Máté Zsoltot kérdeztük. Jarná futbalová szezóna sa začala 9. marca. Kolárvo prvýkrát doma hostilo Veľký Meder a vyhralo 1-0. Na podrobnosti sme sa opýtali Žolta Mátého. Szállás, borús, esős idő várta itt a csapatokat a Gőgkálmán stadionba, ahol ma lejátszott a csapatunk első bajnoki találkozóját a tavaszi szezonba. Hogy is sikerült ez a találkozó, erről fogok beszélgetni a csapat edzőjével, Máté Zsoltival, akit köszöntök, szervusz! Jó napot kívánok! Elsősorban gratulálok a győzelemhez, elárulom, hogy most már győztünk 1-0-ra. 14. percben lőttünk egy gólt, és az egész mérkőzés végéig mondjam azt, hogy sikerült megvédenünk ezt az eredményt. Hogy láttad te kívülről ezt a találkozót? Hát a mai mérkőzés előtt hangsúlyoztuk, hogy mindenképpen jól kell védekezni hátul. Próbáltuk lezárni a területeket, minél kevés labda kerüljön a védelem mögé, azt hiszem, hogy ezt elég jól teljesítettük. Ott elején a mérkőzés elején picit elaludtunk, ott kétszer gólhelyzetbe került ellenfél,
de kapusunk Csizmadia Lóri helyén volt. Utána veszélyesek voltunk ellentámadásokból, volt nekünk is helyzetünk, rúgtunk kapufát, aztán jött ez a rögzített szituáció, amiből lett ez a gól, ami eldöntötte valójában a mérkőzés sorsát, és hát nem változott a második félidőben se a játék, őnekik muszáj volt jönni, támadni, hiszen hátrányban voltak, mi meg próbáltunk előrefelé kontrázni. Mint ahogy említettem, ez egy szezon elejé találkozó, igazán nagy iram nem volt. Mennyire vagy megelégedő a csapat teljesítménye, például a védelemben, mert köztudott, hogy sok gólt szoktunk kapni. Igen, ezt mindig elmondjuk, ezen próbálunk javítani, ez most is így volt. És hát ez a három közép hátvédes játék, azt hiszem, hogy ez nekünk megfelel. Már ősszel is a utolsó mérkőzéseken ebből gyűjtöttük a pontokat, és most is jól működött ez hátul. Hát sajnos még kevés labdát tudunk elől megtartani mindig, de annak ellenére meg kell, hogy dicsérjem a fiúkat, mert nagyon jól küzdöttek. A mérkőzés kezdetekor a 12. helyen álltunk, úgyhogy értékes 3 pontot írtunk a táblázatba. A legközelebbi mérkőzés, ahova utazunk. A következő fordulóban Sopornyára megyünk szombaton. Újabb erős ellenfél, aki ott van első 6-ban. Megint felkészülünk, remélem jó taktikával, és megnehezítjük a dolgukat. Köszönöm a beszélgetést, kívánok sok sikert Sopornyán. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, önöknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzom önöktől innét, a Gőgkálmán stadionból. Naši karatisti sa v uplynulom období zúčastnili na majstrovstvách Slovenska dospelých vo zvolenie, ako aj na druhom kole slovenského pohára najmladších v Partizánskom. Vo zvolenie reprezentovali Taiyo Karate klub z Kolárova 4 súťažiaci, všetci súťažili v boji. Ištván Šamu dosiahol 2. miesto. Margutman bol 3. vo svojej kategórii. Vargatunde Emeše získala 5. miesto a Bruno Mančík, ktorý má len 17 rokov, skončil na 7. mieste. Súťažiacich sprevádzal majster Tibor Kiš. V Partizánskom nastúpilo na tatami 63 klubov a ich 585 pretekárov. Taiyo Karate klub z Kolárova reprezentovali 4 súťažiaci. Petra Hrabovská, Sebastian Kraslan, Bence Tóth a Domian Panka Kata, ktorí dosiahli 2. miesto. Šamu Lorán sa súťaže zúčastnil ako tréner. Karatékáink az elmúlt időszakban Zólyomban a felnőttek szlovák bajnokságán, valamint Simonyban a legfiatalabbak szlovák kupájának második fordulóján jártak. Zólyomban a Gutai Taiyo Karate klubot 4 versenyző képviselte, mindannyian küzdelemben versenyeztek. Samu István második helyezést ért el, míg Gutmann Márk 3. lett saját kategóriájában. Varga Tünde Emese 5., és a még csak 17 éves Bruno Mancsik 7. lett. A versenyzőket Kis Tibor mester kísérte el. Simonyban 63 klub, 585 versenyzője lépett a tatamira. A Gutai Taiyo Karate klubot 4 versenyző képviselte. Hrabovská Petra, Sebastian Kraslan, Tóth Bence és Domján Panka Kata, aki második helyezést ért el. Edzőként Samu Lóránt vett részt a versenyen. A férfi kézilabda liga 11. fordulójában Guta Cífer csapatával játszott. HSK 74 Guta, TS Szokol Cífer 33-26. A 12. fordulóban a gutaiak Nagyszombat csapatával játszottak. HBC Trnava, HSK Guta 40-25. Mužstvo Kolárova odohralo zápas s mužstvom Cífera v 11. kole hádzanárskej ligy mužov HSK 74 Kolárovo, TS Sokol Cífer 33-26. V 12. kole nastúpili Kolárovčania proti Trnave, HBC Trnava, HSK 74 Kolárovo, 40-25.
közelebb is jövünk. Naši stolní tenisti zvíťazili v 19. kole Nitrianskej ligy nad Čuranmi 5-13. Výsledok zápasu v 20. kole STK Kolárovo A, PK Chotín A 6-12 a zápas Kolárovo-Zemianska Olča v Komárňanskej lige sa skončil výsledkom 8-10. Az asztali teniszezőink a Nyitra Liga 19. fordulójában Nagysurány csapata ellen 5-13-ra győztek. A 20. forduló eredménye pedig Guta Hetény 6-12. A Komáromi Ligában pedig a Guta Nemesocsa mérkőzés 8-10-es eredménnyel zárult. Dunaszerdahelyen rendezték az idősebb diákok U15-ös korosztály országos szabadfogású birkózó bajnokságát. A gutai birkózók ismét jól szerepeltek, és 4 érmet szereztek. Csapatversenyben 22 résztvevő csapatból az 5. helyen végeztünk. Éremszerzőink Horváth Csaba 2. hely, Dani Nikolasz 3. hely, Dufek Nikolasz 5. hely, Stojka Alex 2. hely, Dome Zsanett 2. hely. V Dunajskej strede organizovali národné majstrovstvá zápasení voľným štýlom starších žiakov do 15 rokov. Zápasníci z Kolárova sa opäť predviedli dobre a získali 4 medaily. V súťaži družstiev sme skončili na 5. mieste z 22 zúčastnených družstiev. Naši medailisti Čaba Horváth 2. miesto, Dani Nikolas 3. miesto, Dufek Nikolas 5. miesto, Stojka Alex 2. miesto a Jeanette Döme 2. miesto. Mesto Kolárovo vás týmto žiada o vyplnenie dotazníka pre účely spracovania cyklokoncepcie mesta Kolárovo. Podklady budú zapracované v rámci dopravno-urbanistickej štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v meste Kolárovo. Vyplnenie formulára trvá približne 10 až 15 minút. Vyplnený formulár môžete posielať až do 17.3.2024 do 24. hodiny. Guta városa kéri a tisztelt lakosokat, hogy töltsék ki azt a kérdőívet, amely városunk kerékpár közlekedési tervének elkészítéséhez nyújtana segítséget. A kérdőív kitöltése 10-15 percet vesz igénybe. A kérdőívet március 17-e évfélig lehet kitölteni. Március 15-én az 1848-as eseményekre emlékezünk. Az ünnepség 11 órakor a Szent Rozália Parkban az iskolák közös műsorával veszi kezdetét. Beszédet mond Samu István. A megemlékezés 16:30-kor koszorúzással folytatódik az Adam és Anna Művelődési Központ előtti téren, majd 5 órától az iskolák közös műsora következik. Beszédet mond Halász Béla polgármester és Csáki Pál volt miniszterelnök helyettes. 15. marca si pripomíname udalosti z roku 1848. Slávnosť sa začne o 11. hodine v Parku Svätej Rozálie spoločným programom škôl. Prítomným sa prihovorí Ištván Šamu, spomienka bude pokračovať o 16.30 pietným aktom kladenia vencov na námestí pred kultúrnym centrom Adamiš Anny, po ktorom bude od 17. hodiny nasledovať spoločné vystúpenie škôl. S príhovormi vystúpia primátor Béla Halász a bývalý podpredseda vlády Pál Čáky. 16. marca 2024 na radosť najmenších tentokrát Mackopu a jeho kamaráti zavítajú do divadelnej sály kultúrneho strediska Anny Adamiš. Zaznejú piesne Jánoša Brodyho, napísané pre Judith Halász, no zároveň to nie je len obyčajný koncert, je to aj rozprávka a spoločenská hra pod vedením herečky a speváčky Čenge Oros. Vstupenky sú dostupné na mesehajo.com. 2024. március 16-án a kisebbek örömére ezúttal Mici Maszkó és barátai látogatnak el az Adam és Anna Városi Művelődési Központ színház termébe. Elhangzanak Bródy János, Halász Juditnak írt dalai, ugyanakkor ez nem csak egy egyszerű koncert, Orosz Csenge színművész énekesnő vezetésével mese és társasjáték is egyben. Jegyek a mesehajó.com oldalon kaphatóak. Köszöntöm Gután a Magyar Szövetség elnökét, Forró Krisztiánt, akit a közelgő köztársasági elnök választás előtt kérdezek. Bevezetőként kérlek, mesélj nekünk arról, hogy hogyan éli mindennapjait egy köztársasági elnök jelölt.
Tulajdonképpen folytatom azt, ami a kampány előtt is volt, hiszen akkor is igyekeztem a régiókba eljutni. Most ez még nagyobb intenzitással próbálok egész Ungvidéktől Csallóközig mi lehető legtöbb régiót meglátogatni és minél több emberrel találkozni. 11 jelölt közül te vagy az egyetlen magyar köztársasági elnök jelölt. Miért fontos közösségünknek, hogy legyen magyar jelöltünk? Hogyan akarjuk, hogy komolyan vegyenek bennünket, hogyha nem mutatjuk meg magukat, és nem tudunk állítani saját jelöltet? 8,5%-nyi magyar él Szlovákiában, és ahogy említetted, 11 jelölt van, ebből legalább egynek kell, hogy legyen magyar jelölt, és én nagyon szépen köszönöm a kongresszusnak, amely javasolt, és nagyon szépen köszönöm a mintegy 30 ezer aláírónak, aki segítette az indulásomat azzal, hogy aláírták a petíciós ívet. Ez egy nagy felelősség is természetesen. Nekünk magyaroknak meg kell mutatnunk, hogy itt vagyunk, 1000 éve itt élünk szülőföldünkön, és mi 1000 év múlva is szeretnénk, hogyha itt élnénk, itt Gútán is, hogy ezen a gyönyörű hídon magyarok járhassanak még 1000 év múlva is. Milyen eredménnyel lennél elégedett? Természetesen igyekszünk minél jobb eredményt elérni, ez a közösségünk számára nagyon fontos. Ez a választás nem rólam szól, hanem a felvidéki magyarságról tulajdonképpen. A cél az, hogy minél erősebb, minél nagyobb erőt mutassunk, hiszen nem az első körben fog eldőlni az, hogy ki lesz a köztársasági elnök, hanem csak a második körben. Az első körben minél nagyobb, minél jobb eredményt kell elérnünk, hogy aztán az első körben elért eredményünk, a második körben megmutatja majd a súlyunkat, hogy mekkora súlyunk lesz. 10 évvel ezelőtt Bárdos Gyula volt az első köztársasági elnök jelölt, aki magyar nemzetiségű volt. Akkor utána egy nagyon erős, tehát erősödött a közösség, pozitívabban állt a következő időszakhoz. Most is az a cél, hogy megerősödjünk, ez pedig akkor fog sikerülni, hogyha minél egységesebbek leszünk, minél inkább összefogunk. Egyetlen magyar jelölt van, jelen pillanatban egyetlen magyar párt is van, tehát meg kell erősítenünk a közösségünket, tanulnunk kell a múlt hibáiból, amikor megosztottak voltunk, és éppen ezért, ha erőt akarunk mutatni, akkor az egységre kell törekednünk. Amennyiben a második fordulóban már csak két szlovák jut be, mit tanácsolnál választóinak, mi alapján döntsenek a második körben? Ahogy említettem, az első körben elért eredményünk, a második körben megjelenő súlyunkat fogja mutatni. Nekünk az a célunk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, és utána, amennyiben nem jutna magyar jelölt a második körbe, akkor a jelöltekkel kell állni, és megkérdezni tőlük, hogy mi az, amit tudnak ígérni. Joggal várjuk el, hogy a második körbe jutott jelöltek, amennyiben nem lesz köztük magyar, figyelembe van, vegye azt, hogy itt van egy magyar közösség, milyen szükségletei vannak, illetve a régióknak mire van szüksége, és joggal várjuk el, hogy valamilyen ígéretet tegyen az irányunkba, és ez alapján fogjuk eldönteni azt, hogy melyik az a köztársasági elnök jelölt, akit tudunk támogatni. Mit üzennél a gútai választópolgároknak, illetve általánosságban véve a választópolgároknak? Mindenképpen használjuk ki a lehetőséget arra, hogy megmutathatjuk, hogy felvidéki magyarok vagyunk itt. Vegyünk példát a szüleinktől, nagyszüleinktől, akik helytálltak akkor, amikor arra szükség volt. Tudjuk jól, hogy a kitelepítés, a deportálás, a reszlovakizáció mind-mind olyan eszközök voltak, amikkel próbálták megtörni a közösségünket, de mi helytáltunk. Ugyanúgy, amikor veszélybe kerültek a magyar nyelvű iskolák, magyar tanítású nyelvű iskolák, akkor is összefogtunk, ebből kell példát és erőt merítenünk, nekünk is össze kell fognunk, hiszen ha azt akarjuk, hogy tényező legyünk itt Szlovákiában, és nem mások döntsenek rólunk, akkor igenis össze kell fognunk, csak magunkra számíthatunk, bennünket, a mi érdekeinket rajtunk kívül senki nem fogja olyan vehemenciával és olyan erőbedobással képviselni, mint azt mi tesszük. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok az elnök választáshoz. Köszönöm szépen, és természetesen azt kívánom, hogy Gútán is minél inkább össze tudjunk fogni, minél erősebbek legyünk ezáltal, és elérjük mindezt a célt, amit közösségünk számára el kell, hogy érjünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink! Elérkeztünk mai adásunk záró részéhez. Következik az Aktivus nyugdíjas magazinunk. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Milí diváci, dostali sme sa k záveru našej dnešnej relácie, nasleduje náš dôchodcovský magazín Aktivus, prajeme príjemnú zábavu pri jeho sledovaní. Március 20-án ismét új műsorral jelentkezünk, amelyben többek között a Kulturális Bizottság elnökével beszélgetünk. Tartsanak velünk a jövő héten is! 20. marca sa opäť vrátime s novým vysielaním, v ktorom si okrem iného môžete pozrieť rozhovor s predsedom Komisie kultúry. Stretneme sa opäť o týždeň.
Újból jelentkezik az Aktivus, a Gutai Nyugdíjasok magazin műsora, melynek segítségével nézőink betekinthetnek a különböző szervezetek által megrendezett programok hangulatába. Nyugdíjasaink aktivitása példamutató. Az elmúlt hónapokban is nagyon jó hangulatú rendezvények követték egymást. Ott jártunk a nyugdíjas szervezetek évzáróin, a farsangi bálokon, hagyományos mulatságokon, ahol a táncban megfáradt vendégek kolbászt vagy éppen káposztalevest kóstolhattak. Na obrazovku sa opäť vracia magazín pre dôchodcov Aktivus, vďaka ktorému môžu naši diváci nahliadnúť do atmosféry ich programov. Činnosť našich dôchodcov je príkladná a za posledné mesiace tu prebehla séria podujatí s veľmi dobrou atmosférou. Boli sme prítomní na ročnom vyhodnotení dôchodcovských organizácií, fašiangových plesoch, tradičných zábavách, kde hostia unavení tancom mohli ochutnať klobásu či kapustnicu. Krásne popoludne prajem všetkým prítomným a ďakujem, že ste nás počuli v vašom prítomnosti. Szépi napot kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Vážení členovia a dôchodcovia, srdečne vás vítam na dnešnej výročnej členskej schôdze našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Tisztelt tagság, nyugdíjasok, szeretettel üdvözlöm Önöket az Országos Nyugdíjas Egyesület Gútai Alapszervezete évzáró taggyűlésén. Mégén az všetkých srdečne vítám medzi nami našich pozvaných hostí, mindannyiunk nevében tisztelettel üdvözlöm körünkben megjelent vendégeinket, primátora Nársa Mesztát, városunk polgármesterét, Palász Béla urat, viceprimátora Nársa Mesztát, városunk alpolgármesterét, Kárpáti Ernő urat, predsedničku okresného výboru jednoty dôchodcov Komárne, a Komáromi járási nyugdíjas szervezet elnökét, pani Mária Horváthová. Toto rokovanie je pre nás dôležitou udalosťou, pretože môžeme spoločne zhodnotiť našu činnosť. Je tu priestor na to, aby sme si povedali, čo bolo v uplynulom roku dobré a hodnotné a čo by sme mali v tomto roku vylepšiť. Nemienim tu zachádzať do podrobností, do detailov, pretože ich bude obsahovať správa o činnosti našej základnej organizácie, ktorú vám predloží potom podpredsedníčka pani Alžbeta Kytková. O čom sa však chcem predsa len zmieniť, na vlaňajšej výročnej členskej schôdzi som vás informovala, shodou okolností to bolo práve 7. februára, že plánujeme vytvoriť podmienky hlavne priestorové k tomu, aby sme čím viac členov vedeli zapojiť do aktivít, ktoré vás zaujímajú. No s radosťou môžem oznámiť, že tento plán sa stal realitou. Požiadali sme vedenie mesta o finančnú podporu, aby sme si mohli zrekonštruovať nové väčšie priestory. Naša požiadavka bola schválená, za čo úprimne ďakujem v mene výboru, aj vo vašom mene pánovi primátorovi, pánovi viceprimátorovi, ale aj poslancom mestského zastupiteľstva, ktorým sme dali prísľub, že všetky práce, až na malé výnimky, vykonáme vlastnými zdrojmi, čiže našimi členmi. A tak sme sa s veľkým elánom pustili do práce. Naši radoví členovia, najmä muži, podľa potreby búrali, murovali, osadili okná, dvere, robili sa vodovodné a elektroinštalačné práce, kanalizačná prípojka, stolárske a maliarske práce, sadrokartonáž a tak ďalej a z týchto nových priestorov vznikla okrem rejstvujúcich miestností, ako je kuchynka a kancelária, jedna príjemná vstupná miestnosť a jedna ďalšia veľká miestnosť, kde sa zmestí okolo 20 až 25, možno aj 30 ľudí, teda vás, našich členov. Takže teraz už budeme pokračovať v prieskume, aké aktivity vás zaujímajú, aby ste sa v týchto priestoroch mohli stretávať, či už pri spoločenských hrách, ručných prácach, alebo aby ste najmä ženy vy mohli realizovať svoje predstavy, alebo len tak za chmúrnych zimných dní posediť pri horúcom čajíku a podebatiť. Ale aj naše ženy sa pričinili, pretože poupratovali, zariadili a zútulnili tieto miestnosti. S nástupom dobrého počasia máme pláne pokračovať v úpravách toho teda prilahlého dvora s vybudovaním terasy na posedenie od jary do jesene.
Aj tieto práce plánujeme robiť svojpomocne, avšak k tomu ešte budeme musieť prejednať všetky okolnosti s mestským úradom, s vedením mesta, pretože oni sú majiteľmi nehnuteľnosti. Kedves tagok, tisztelt vendégek! Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket mai évzárógyűlésünkön. Ez az ünnepélyes összejövetelünk kitűnő alkalom arra, hogy értékeljük a tavalyi évet, mögöttünk lévő évet, és kitűzzük a célunkat a 2024-es évre. Továbbá lehetőségünk nyílik arra, hogy közösen mérlegeljük, mi volt a múlt időszakban jó és értékes, és mi az, amit másképp kellene csinálnunk. Ha emlékeznek rá, akkor pont egy évvel ezelőtt, és pont február 7-én, itt az évzáró gyűlésünkön elhangzott tőlem egy olyan mondat, hogy szeretnénk feltételeket teremteni arra, hogy a tagjaink 20-25, maximum 30 fős csoportokban, gyakrabban, nem csak a nagy rendezvényeken, tudjanak találkozni és tevékenykedni tetszésük szerint. Nos hát örömmel közlöm Önökkel, hogy ez az elképzelésünk megvalósult. Persze első lépésünk az volt, hogy anyagi támogatást kértünk a városvezetőségtől, amit meg is kaptunk. Volt már lehetőségem megköszönni a polgármester úrnak, az alpolgármester úrnak és az képviselőtestületnek ezt a segítséget. Viszont most újból nagy köszönet nekik. Én szerintem egy tapsot is ezt kérdemem. Köszönöm szépen. Tehát megvolt az anyagi támogatás, és mivel az volt a célunk, hogy ebből az összegből a lehetőleg legtöbbet tudjuk kihozni, elhatároztuk, hogy az önök munkát mi magunk fogjuk végezni. Így is történt. Körülbelül szeptember közepén táján felkértünk néhány férfi tagjainkat, hajlandóak lennének munkájukkal hozzájárulni a tervek megvalósításához. És pár nap múlva az egész folyamat elkezdődött. Utána már szinte nap mint nap haladtunk. Volt itt mindenféle munka. Bontás, falazás, ajtók és ablakok beállítása, vízvezeték és villanyvezeték bővítés, gipszkartonozás, asztalos munka, festés és még sok-sok apróságnak tűnő munka. Hálás köszönet ennek a 15 tagú nevezni építőcsoportnak a munkáját, így hát nem egész 3 hónap alatt kialakult a létező iroda és konyha helységen kívül egy kellemes előhelység és egy még kellemesebb, körülbelül 8x4,5 méteres, úgy neveztük el úthelység, ahol az a 20-25 maximálisan 3 személy, tag, önök elférnek, részt vehetnek, tehát részére. Tavasszal szeretnénk folytatni a munkát egy terasz kialakításával az épületnek a udvar részén, viszont itt mindent majd meg kell beszélnünk a város vezetőségével, ugyanis az ingatlan az ők tulajdona. De ha minden tervünk, elképzelésünk ezzel kapcsolatban megvalósul, akkor felajánlhatjuk ezt a tavaszt, bízunk benne még ebben az évben. Lehet, hogy csak az advent idején, de annál varázslatosabb lesz szerintem ez a felavatás. Vážení hostia, mene výboru našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov vás čo najsrdečnejšie vítam na dnešnej našej kapustovej párty, takzvanej. Kedve szépkorú barátaim, tisztelt vendégek, a nyugdíjas szervezetünk nevébe és a saját nevemben is szeretetten üdvözlöm Önöket a mai káposzta partinkon. Dovolte mi, aby som mene svojom, aj mene vašom, vás všetkých, privítala našich zácnych hostí. Engedjétek meg, hogy az Önök nevében és a saját nevemben is nagy tisztelettel üdvözöljem kedves vendégeinket. Thank you.
Szeretettel köszöntöm Önöket itt az Adam és Anna kultúrház rotundájában, a Farsangi Bálunkon. Köszöntöm mindannyiókat, akik megtiszteltek minket azzal, hogy részt vesznek ünnepi gyűlésünkön, de egyúttal köszöntöm azokat az időskorúakat is, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak ma jelen lenni, de tagjaink a klubban. Milí dôchodcovia, naši rovesníci, my, ktorí máme šťastie a dnes sa môžeme stretnúť na výročnej členskej schôdzi, sme prežili roky pandémie. Mnohí z nás cítia následky infikovania vírusom COVID. Niekedy nás trápi syndrom tzv. Post-COVID, ale sme tu a pomerne zdraví. Či následkom COVID-u alebo následkom iných ťažkých chorôb, niektorí z našich členov ale už nikdy nemôžu byť tu medzi nami. Kedves tudiastársaim,
Rendkívüli időszakot éltünk át az utóbbi néhány évben. A világjárvány sokakat közülünk megbetegített, de mi, akik most itt vagyunk, a szerencsések közé tartozunk, túléltük. Igaz, sokan panaszkodnak olyan betegségekre, amelyet úgy érzik a Covid-járványnak köszönhetnek. Sajnos a járvány áldozatokat is követelt. Az időskor egyébként is azt eredményezi, hogy nem élhetünk túl minden bajt, de a Covid sajnos megnövelte azok számát, akik a mai napon már nem lehetnek közöttünk. Az elmúlt év folyamán 18 klubtársunk elhunyt. Kérem Önöket, hogy felállással és egy percnyi néma csenddel tisztelegjünk emlékükre.
róluk emlékezünk. A nőkről, kiknek életünk köszönhetjük. Ki mindent megteszértünk. A nő. Dajkál, ápol és felnevelő. Hálánk szálljon az édesanyára, ki a családot összetartja. Szépséges nők, jó asszonyok, kívánunk boldog vígnőnapot! Csüggedés, oly közel jön hozzám. Én vagyok rá, és nem
fogadják szeretettel, ami mint ajándékukat a mi klubunktól, Buzás Mariánnak a zenéjét, ez lesz az egyik meglepetés, és a táncunk most megjegyzem, hogy este 7-ig tarthat, mindenkinek ehhez jó szórakozást kívánok, és még egy kis meglepetés, a mivel hogy nőnap van, a nőnapra kedves nőtagjaink virágot kapnak. És a nőnapot egy Aranyosi Ervin kicsi verssel köszönteném. Vannak lányok, nők, meg nénik, anyukák, meg nagymamák. Vannak Katák, Erzsik, Évik, Zsuzsák, Jutkák, Marikák. Sorolhatnám a neveket, hiszen szép számmal akad. Mindegyikre gondoljunk most, ne legyen ki kimarad. Az élet szegényebb lenne, és a lét boldog talán. Köszöntsük hát fel a nőket, mert a nőnap pont ma van. Ilyen tisztelt szépkorúak, kedves nyugdíjasok, tisztelt vezetőség, engedjék meg, hogy üdvözlöm Önöket Útaváros és Jónvon nevében. Először is engedjék meg, hogy átadjam Halász Béla polgármesterhoz üdvözlő szavait, aki más elfoglaltsági végét sajnos nem tudott jelen lenni. Sok erőt és kitartást kíván Önöknek a 2024-es évhez, és legfőképpen sok-sok egészséget. Mindig nagyon jó ide Önökhöz eljönni, meghallgatni a tevékenységüket. Csodálom is, megmondom őszintén, hogy ennyi csodás dolgot tudnak véghez vinni, és ennyire aktívak. Én kívánom Útavárosának, hogy sok ilyen aktív szervezete legyen, mert ha mindannyian ilyen aktívak, azért egy nagyon szép útai közösséget tudunk formálni, és tudjuk, hogy milyen fontos ez a mai világban, hogy emberek tudjunk maradni, és sokat tudjunk egymásról beszélni. A megválasztott vezetőségnek én kívánok sok erőt és egészséget, és természetesen kitartást, a kitűzött célok beteljesítéséhez, és Önöknek pedig mai naphoz pedig jó táncolást és mulatságot kívánok. Utolsó sorban, tisztelt hölgyeim! Ma az Önök napja van, csak is az Önöké. Úgy általánosságban is én, és a mai nap alkalmával is meg szeretném köszönni, hogy színesebbé teszik mindennapjainkat. Köszönjük, hogy a körülöttünk lévő világot szeretettel töltik be, és köszönjük, hogy vannak nekünk. Önöknek kiemelt kép sok erőt és egészséget kívánok, és legyenek mindig vidámak. Köszönöm!
Thank you.